Taiga the Gaming Channel. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Megérkeztem, már volt egy kis technikai malőr, úgyhogy el is húzott az idő, hogy csak egyről maradtam, Gábor elment aludni, mert most ilyen későn kezdtük. Hát atomerőműre vetettem rá a tekintetemet, de hát az ugye nagyon, és úgy is írtam a címet, hogy az első, ugye hashtag 1-es az első része, ez nem lesz egyszerű szülés, úgyhogy el kell kezdeni, most már akkor először is ruhát gyártani, uránt keresni, stb. De lehet, hogy még a ként is el kell majd hoznom valahogy a telepre. Na majd meglátjuk, hogy lesz, de igazán csak az atomerőművig. Üdvözlöm a megjelenteket, itt van a Darány úr, mint szponzor, nem is szponzor, Darány úr. Maga nem is szponzor, most nézem. Vagy csak nem írja a jelvényeket? Nem írja nálam a jelvényeket. De egykor Molnár Mónikát is üdvözlöm, mint szponzort. Medve urat is üdvözlöm, mint szponzort. Itt van Boros József, Dávid. Paulik úrnál mutatja a jelet. Nálatok meg nem. Gyönyörű. Miért nem mutatja? Na mindegy. Ez a legnagyobb gond. Akkor fejbe tartom. Itt van Paulik úr is, mint szponzor, üdvözöllek. Illetve akkor mindenkinek is köszöntöm, akkor haladjunk, mert Boros úr már teljesen extázisban van, hogy haladjak, mert nem ér rá. Na akkor indítsuk el a dolgokat, aztán hát nem tudom, hol rakjam az atomerőművet. Ez egy nagyon jó kérdés még. Ez a helyzet, hogy azt tudom, hogy most nincsen már benne ilyen, ez ilyen régen beletett kiváltani ilyen üveg talapzatokat, nem tudom, hogy az most miért nincs, vagy hogy van, vagy mint van. Nem mutatja jelmények, neked Mónikának sem mutatja, csak azért. Most már mutatja. Most nem, figyelj, nem mutatta, most mutatja már. Megmutassam, hogy elhiszed. Na várjál, mindjárt megmutatom az itt. Na nézd csak. Hát ha nekem nem hiszel. Nézd csak, itt van az elején. Látod? Mónikának sincs. Itt meg már van. Mondjuk Mónika, te is írja be, kíváncsi vagyok rá. De látod, hogy itt nem volt. És nincs is, nem, hogy lehet, így lehet megnézni, nincs is több, látod? Nem, nincs teljesen topó most a Facebook. Ugye, ugye? Mónika, most beírt, kíváncsi vagyok. Meg azért, tehát az a, most már mutatja. Tehát azért mondom, az volt egyébként a problémám, megszakadt a farming stream is, az volt a gond, hogy a restream nem tudott jelet küldeni a Facebooknak. És eddig ezzel szívtam. Tehát egyszerűen nem fogadta jelet. Na mindegy, hát most már megjavult szerencsére. Azon dolgoztam, hogy esetleg csak közvetlenül Facebookra streamelek, csak ugye sok beállításra kellett volna akkor időt szánnom.
meg akkor YouTube-ra nem megy föl. És ez meg nagy gond lenne, mert vannak itt olyanok, akik YouTube-ról szeretik megnézni. Na, ennek akkor először is kreálni ilyen rucit, mert az mindenképpen kell hozzá. Egyvédelmi ruházat, mi kell nekem hozzá? Csomó szövet meg műanyag, hát a műanyag az még hagyján, szövetet kéne kreálnom. Nem tudom, van-e valahol még elfekvőben valamennyi. Gombafonal biztos kell hozzá, meg nem itt van hozzá még. Szerintem valahol, itt van egy pár szopa, van egy pár szövet. Meg kell hozzá biomassa. Valami még valahol biomassa. Nem tudom, mennyi gombafonal kell 50-hez. Jó, hát akkor csinálok ebből biomasszát. Először is biomassa kell. Szokott látom a szövetet, 50 szövet kell. De egyébként meg lehet, hogy nem ártana több is, mert ha Gábornak is kell, akkor nem mindegy, majd legközelebb. Amikor annyi nem kömer van, na mindegy. Majd gombafonat is szereznek, jó? Lehet, hogy nincs is már több. Nincs. Hogy hová tényleg az izé? Nem tudom. Itt sincs. Hát akkor mozzik egy gombafonalat is. Hát nincs. Nem baj. Tudom a zene. Jó, akkor egyet tudunk csinálni. Csak ez kell szűrő is. Szűrőt is hozzá. Ez kell. Alumínium ház kell hozzá, sima légszűrő, nagyon jó. Légszűrő, ezt meg kell, szövet. Szép. Hát akkor szövet is még mindig kell.
Voltam a melózni, igen, de amit holnap nem megyek. Vagy jó csepp, nem tudom, melyiket használod. Üdvözlöm mindenkit, Botos úr, hát csak én vagyok. Pont elment a szúnyogírtó kocsi, aztán se kép, se semmi, az igen. Na akkor egyél, így van. Azzal nincs gond, amikor leszel. Na akkor... kell szövetet készítenem. Hát akkor csinálok sok szövetet, mert az úgy is kell még. Csak nem tudom mennyi. 38 van. Akkor ennyi, el kell mennem azért gombafonalért. Nem baj, még a... uránért lehet, hogy lesz. Na, jól van. Akkor kell... miért kell bányagéphez 3? Hát sok minden kell. Egy 2-es bányagép lesz ebből még egyelőre. Majd kicserélem 3-asra. Jó, hát elmegyünk először keresni uránt. Üzemanyagom van éppen. Hát főm, elmegyek arra, hogy ez kristályhoz szerintem, hogy mondjuk nem tudom, hogy milyen messze van, na majd kiderül. Ugye elmegyek a szénbányához. Bassz. Megyek erre, mert én utóbb majd csak odaérek. Szervusz Antal, üdvözöllek, mint szponzor! Jó, alacsonyra kerültem most. Nagyon közel van, csak a följebb. Nem az itt rossz ötlet ide jönni, csak... kérdés, hogy hogy megyek föl. Tátú. Arra kéne, hogy följutni szerintem.
Hoppá. Van egy úriember, aki nem lát szívesen. Minden, ami nem kéne. Mert ezek mekkora dögök már? Megmurgálok. Kéne valami heal. Valami nálam valami nincs. Basszus. Hát csalunk, akkor csalunk. Na most gyertek. Van szerintem. Nem mondod, hogy ide följönnek. Ha mennek a picsát, hogy tudod, repülni tudnak. Hozzuk egy a puskát. Minek az kell följönni szerintem. Na hol vannak? Hol van az izé? Lehet, hogy mégis nincs a magasan. Na mi van, komolyan nem tudok följönni? Elérném már, hogy nyitni tudjam. Nem érem el. Na mindegy. Itt van a sugárzó anyagunk, csak nem tudom milyen. Milyen állagú. Gyorsan lemegyek, azt megnézzük. Normál. Egyébként nem tudom. Jó, nincs ott a vizé. Basszus. Nem tudok repülni. Na, hát akkor azt mondja, hogy ez normál. Egyébként van ebből nem normál. Hanem mindjárt nézi, milyen van. Hát egyébként amilyen kevés kell. Hát normál van, csak meg
piszkos, úgyhogy ez így marad. Akkor ide kell jönni majd. Csak hogy fogok én ide közelebb jönni, könnyebben jönni? Hoztam rezet. Van rész, acélcső. Az is van, hát valamennyi, nem sok. Csinálok egy csövet. Hely, ez meg itt van. Bemagoltak, ez gyorsan kinyírjuk. Másik? Nem szorul be ide véletlenül, hol már? Ott randalírozik a vízbe. Érve csak-e? Ha már itt vagy. Nem akkor azt is ide beszorulni? Ó, van itt még több is. Az Isten áldja meg őket. Basszus, mennyi van itt? Na, akkor vissza az altárhoz. Merre van a kristály? Mert ennek a talaját, ez egy rohadt viszé. Fondi. Várja már, hogy nem itt van ez. Mindegy, hát akkor is el kell valami vagy menni onnan. Van szerintem. De akkor nem erre kéne érni.
milyen néz ki. Ennek a level ér odáig. Hát kicsit össze-visszaság lesz, majd rasszinalizáljuk. Jaj, lesz ez valahogy. A gomba, nem látom. Mert a túloldalon van. Ott volt az a köpködős. Ott van egy.
hoztam ezt az inhalátort, az a baj. Na, gyerünk, ott az áramot. Na, hát akkor eljutottunk. Fúha, csak hogy lesz ez, akkor ez hogy lesz? Az az egy helyzet, hogy víz kell. Az meg ott, itt is van. Csak nem tudom, hogy bőrök a szivattyút rakni, szerintem ez túl sekély ahhoz. Viszont lent van kitermelet ilyen nyomott vizesre. Ez a baj, akkor az ez. A cellához. Nem tudom, itt bírok-e csinálni, hogy persze valószínűleg nem. Nem. És ahhoz kell kén meg víz, mert ilyen sorítra mosti kell neki. Sem, azért semmi. Na. Kókok. Nem érem el. Azt hittem, hogy fölmásznak. Na? Apránként majd csak kinyírom. Na, gyeresek! Mennek le volni. Az, amit elfogy az én szűröm, hogy ezeket kivadászom. Na, hagyjuk. Azt mondja... Gyártás... Ó, elhasználtam a csövet. Na jó, ugye akkor irányhez. Lehet, hogy se a puskát is, azt lelövöldözöm őket. Nem, hogy megvan most már a forrás, az a lényeg. Csinálok szalagozást, még ha minden jól megy akkor. Eljött és hoztam hozzá? Hoztam. Na akkor... Csinálunk egy ilyen izét. Szóval.
Mint hogy elég mélyre a víz, de lehet, hogy csak a látszat. Nem kéne az erőművet nagyon messzire vinni innen, az a baj. Vagy külön szalagozással ki oda vinni az uránt, mert az sugárzó lesz még az egész szalagrendszer. Volna fölteszem az atomerőművet, úgy döntöttem. Fú, de szar szarok közlekedni. Még jó lenne valami látványos helyre, azért akartam be a telepre. De akkor elszennyezem itt az egész azért. Vagy akkor vonattal vinni. Mert akkor csak ott sugároz, ahol a vonat van. Na, mit hívő legyek? Vizet az, nem tudom, hogy onnan lehetne pumpázni, de biztos, hogy van víz. Itt van ilyen pumpás víz, mint a nitrogén, de hát ilyen egyszerűbben is lehetne szerezni. Innen idehozom fel a uránt, de valami külön is szalagrendszeren viszem mellette. Az lesz. És akkor a víz az lesz ott a szénerőt műteretnél. Lehet, hogy oda kéne rakni valahova. Ahol csak hova, hogy normálisan is nézzen ki. Oda kéne vinni, csak na, lehet, hogy kicsit messze van. Nem, ez pont oda megy, itt fölül kezdte elhozni.
so lucky that you found this most valuable artifact. Na akkor úgy lesz, hogy föl kell itt mérni valahova. Na mondod, hogy még ide is lát. Azért. Na akkor... arra fele kéne elvinni valahogy. Nem jó, akkor látni rajta. Akkor hogy csináljuk? Csinálom ezt a szalagot. Egy annyira nem számít. Na, arra valahogy merre kéne menni. Na, hol van a szalagsor? Akkor ott van egy. Nem lehet kilátni. Ott van egy csík, azért fölmegyünk akkor. Ha már egy alakult. Na, ott a másik szalag. Vagyunk. Na, erről kell elmenni mellette valahogy. És van némi radioaktivitás. Ott is van a csiga. Na, akkor arra kéne menni valahova. Ugye abban maradtunk. Közbontás. Na, majd fölnék érte.
hogy nyomosom. Megint törni kell rajta. Miért nem csinálta? Ja, mert izé van zoom. Mi volt ilyen pókhang? Utána ide is utána jöttek. Találtam nagy nehezen. Ez a törés azt nem lehet volna fontos belerakni így, de mindegy. Majd csökkenteni kell itt a magasságot előbb-utóbb.
De ez egy kemény pászuc. Egyébként még nem könnyű uránunk sem. Csak mindegy. Szerintem a kettes is. Szuper számítógép kell, gyártsanak. Csak az a baj, most megint elég kevés lesz az energia. Kéne már megint valami erőmű. Éppen a határon táncol. Az a baj, hogy a vizet meg magasra kéne akkor fölvinni. Ha tényleg most meg akarom víznek, hogy kell akkor csinálni ezeket a dolgokat. Keverőbe kell szépen egy részét csinálni, nézzük. Kenni a dolgot, valamelyik kevés. Na akkor urán cellához kell urán, beton és kénsav. A kénsav, de több is van, alternatív recept is van már. Kannás kénsav van is. Kell van. Nagyon májosan kénysebbet csinál. Ugye az akkumulátor gyártás mellett. De az kevés lesz, hogy kénés víz, vagy pedig kannás. Hát kénés víz lesz akkor a megoldás. Kénbánya közel van vízéhez. Széntelephez, ahol van víz, ott fogom csinálni az vizet. Le fogom vinni a kint a vízszintre, és föl fogom vinni a... akkor kannás kénsavat föl fogom vinni. Akkor meg kanna lesz belőle. Hát akkor azt meg megeszed, arra kanna, hogy kell akkor. Ez a kannához is kell műanyag, nem lesz úgy jó. Mindenképpen majd föl kell vinni a folyadékot. Jó, hát akkor vagy az uráncellát csinálom lent. Jó, és akkor a... Látszott annyit ez a játék. Kéne készíteni fűtőelemet, azt meg szerintem ilyenben lehet. Fűtőelem... Kell hozzá ilyen cella. Nagyon jó, mert kés a urán, meg... Ó, betolt is, meg szélvizés kell kőbányás a környéken.
újra kell szalagozni a cementet. De valószínűleg ez a kőbányai szerintem. Ehhez mi kell? Ez meg, hát ezt meg oda kell szállítani ugyanúgy. Mert azt így gyártom, és összem fogom ott legyártani. Na akkor viszont oda kell szalagozni ezt. Meg oda kell szalagozni a cementet. Az lesz, akkor kell egy visszairányú szalag is. Cementet kell oda vinni. Meg ezt a kész rudat. A rotor is nyák kell hozzá. Jó. És ezen kell oda vinni, mert az megy a szénbányához. Jó. Akkor úgy lesz. Hát. Ja, csak oda így mondtam. Jó, na akkor kell hozzá rengeteg mennyiségű beton, vas, cső. Grízóanyagot hozok.
Mert előbb-utóbb ezeket is gyártani kell. Remélem nem alumínium lötykő, hanem nitrogén. Ez is a keverőbe kell. Mi az agyalás? Igen, mert nem egyszerű itt már a helyzet. Azt mondja, hogy hűtőrendszer. Nitrogén, oké? Jó. Ez meg, de minden alumínium töm kell hozzá. Mert azt tudok itt csinálni. Vagyis hát hozom ide pontosabban. Hűtőgorda. Nem rozsdamentes, mindig azt is gyártom. Na, majd csak hűtőrendszert is masolsz, hogy sejsz a keretet. Nem jön össze a trükk. De várj, itt nincs is izé. Utazási lehetőség. Sajnunk azt is. De hol küldjük? Nem, mégis. Körbe megyek, az a baj, akkor csinálunk. Hát most akkor ennek lesz itt az ideje. Akkor féktelen építkezésnek. Csak egyel van följe, na, ott kettő följe vittem. Szándékkal, akkor ez egy bontás. Berúgta F1 helyet, hát az, ahogy érzed, Dinamo nem muszáj
állandóan topol lenni, lehetni a pihenni is. Van a két bánya. Oda le kéne rakni a gyárat. Sajkés, stb. És akkor mit viszek? Hogy volt ez? Elfejtettem. Az urán. Azt le kell hozni valahol.
öt szint közeli állapotban, hogy ne kelljen messzire pumpálni. Ó, de hát itt az elvel szennyezve az egész környék. 20 méterre nyomja fel, csak mennyi az mennyitel itt, nem tudom. Mert főleg pumpan éppen a vizet is, csak az elég sok áram. Hát, mert csinálunk egy elszeparált zugot, ahol a fűtőelemeket gyártjuk, azt szerintem szalszalogozom föl. Az erőműbe. Ez nem csinál túl nagy sugárzást, remélhetőleg. De megkovarták ezzel a salítromsavas gyűvel, vagy vonattal fölviszem a salítromsavat, azt is lehet megtenni. Csinálok vonatot. Mindenesetre a salítromsavat a földszinten kell csinálni. Viszont akkor ezt nem kell levinni, mert a cement az oda kell, meg a cella is oda kell már később. Lehet, hogy csinálok egy salítromsav gyárat oda lenn, az lesz az első. Elmegyünk egyszer Gábor, amit kalandozni is. Hát ezért lehetett volna még elripozni.
nem készültem fel, hogy ilyen is kell. Összehozom akkor. Ezt fog, nem kell fogadni, de kell ilyen is. Ezt kell, de ezt már ott gyártam, ezért nem kell. Dinamo, köszönöm a megosztást! Tanár úr, úgy fogom maradni, azt se tudja mi ez nyugodjon, ez nincs kizárva. Hát, aki nem marad, az kimarad. Na, a keverőt kell hoznom, ezt a izit meg elhozom. Ugye a keverőnek anyagot nem kell, ilyen nagy hely, akkor kell salétrom, kénsav hozzá, akkor kell kén. Az lesz, majd be kell kötnöm a végét, hogy hozza, illetve víz, az lesz. Kell cement, meg ugye az a szabályzó, hogy milyen rossz sem. Remélem nem dob be. Abba. Ja, nincs is bekapcsolva, akkor biztosan fog. Szöngye szállítás, csőbejárat. Még nincsen áram. Csak itt föl. Ja, csak fölhoztam lentről. Oké. Akkor gyíj haza egyenlőre. Azon cuccost, kipróbáljuk a csövet. Keverőhöz. Motor, keret, meg alumínium vacak. Az, ami rádió irányító, az, az is van ott. Rakja a szerelő. Ezt még innen kezdtem egyébként. Na mindegy, jó van, ez így is csak.
rakjunk rá bejáratot. Van valami oszlop. Már nincs el luk. Na most nem tudom, hogy hova rakjam az erőművet. Egészen a salétrom se volt, föl kell hozni valahova. Lent a salétrom se volt gyártam, csak az összes többi fönt kell. Urán is, cement is, meg a elem is, az meg akárhol legyesület. Akár az fönn is. Hova rakjam? Fölrakjam a magasra az erőmű telepet. Csak akkor az uránt el kell vinni odáig. Valami olyan helyre kell majd rakni, ahol nincs útra. A hőket nem is ért kérni semmi finomítót. Nem baj, az is úgyis van minden. Van hát, mert nem sok, de van. Köszönja. Kell hozzá, meg 52 percenként, hát ez nem lesz megterelő, és még gyárt, 55 percenként. Ez jó kérdés lesz.
furcsa műanyag. Mert nincs víz. Na, van már. Jó. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Opácska. Majd felfejlesszük. Lehet, hogy is elég egyes is. Kibírja azt is. Nem lesz annyi fölösleges. Most már ezt kéne csinálni egy állomást, akkor ezt most már kitalálni, hogy hova vigyem el a dolgot, hogy fölpumpálni. Nem tudom, hogy ez a 20 méter egyébként, mert ez annyit bír nyomni. Nem, ez 50 métert, hát lehet, hogy meg lehet próbálni. Mennyi 8, megoldott, hogy az semmi. Hát akkor nem fölcsövezem én később, szerintem. Csak az a gond, hogy hol jön a másik. Látok.
Jó te. Meg kell oda menni, aztán le. Leszalagozni onnan. Hogy ez föl. Tudja a fene. Ez meredek lenne vonatnak. Ó, merül az aksi. Nem jó. Hát éppen továbbra is energia gondol a küszködök. Be kéne dobni még egy pár szénerőművet vagy olajat. Hogy állok? Vassal. Hát valamennyi van, cement, ez van, jó. Valahogy ki fogom bírni. Oda hagyjuk el. Nehezen. El kell menni a marra körbe, az visszajönni. Onnan átbírtam menni, de oda is átmenni innen. Ez körbe kell mennem, nincs mese. Ezt eltalapozatozom idáig, azt akkor lehet is rajtam, hogy közlekedni, meg agyalni rajta, hogy mi hogy legyen. De hát ebből el nem is tudom kérni. Számít az, hogy jó messziről látszom, nem nagyon. Mert ide az épülések egy ürült egy placot, azt a korra lesz szépen rárakom, az kész. Ne legyen közel, mert ugye minden csugároz aztán. Csinálnék egy hulladék tárlót is valahol. Miért szakítottam itt meg? Ugye, mert itt van ezért. Nitrogén kút. Hát itt jöttem át, nem tudom, odafele átbírok-e majd megint menni. Messze van. Akkor nem itt jöttem át. Másikon.
csúszni szerintem. Nem tudom, fölbírok-e minél magasra, de meglátjuk. Hát már jó lesz. Sugárveszély van. Vagy hát ilyen mérges gáz. Na, akkor hagyjuk. Onnan akartam építkezni, de... Még egy darabot viszünk. Lefele nem megy. Dehogy nem. Még mindig ilyen magasan van. Azt a mindenit. Magas.
tudom, hogy már földszint lesz. Nem baj. De jó. De nagyon sok csőzés ott nem nagyon kell, mert úgyse közlekedek. Lehet, hogy mégis videóhába lehetne. Na, majd kitalálom meg.
Dragon-ból szól. Nem érje. Na mindegy is, úgyse így fog maradni. Nem hoztam a romlinyomat. Nem baj. Legközelebb. Mivel? Jaj, nyersanyag nincs. Na meg a szélcsövet nem hoztam, mert azért jó eljövök. Szerus Surányi Dávid, üdvözöllek, mint szpózó. Jó, kött ma van áram.
Arra mondjuk még nem hoztam hülye fejembe. 3, 4, 5, 6. Nem is elvár, jó van. Nem az én napom. Sosem arra küldtem ki, mert ezt majd szétszerem. Meg is mindegy, mert föl kell arra is el kell menni. Nincs most ezen. Akkor vas meg alumínium rendel egyenlőre. Kevés az azért cement. Hát meg kéne nézni a cementgyártást is. Van egy gyorsabb cementgyártás is szerintem már nem. Nem fejezhetem így ki. De kőben meg újból 9-et csinál. Úgy készíteni kell, szózni kéne fel. Mert ez kevés a gumi is, nézem a szalagon. Van ott kő, mert akkor készítek oda cementgyárat, nem hiszem akkor el fölöslegesen. Mondjuk szerintem van ott.
Na, hát ez nem volt messze. Ott haladtunk. Ha! Jó van, akkor cementet nem fogok hozni. Már jó is lesz. Hát nem ide kéne hozni. És fölfele kéne. Fölt kell csinálni mindent, ami... Az is lesz. Mindent, ami sugárzó, azt fölt kell csinálni.
Lehet, hogy erre a szintre kéne hozni. Följebb van kicsit. Egy-egyes rakunk még. Nem. Akkor sem lesz. Ez a szinten lesz majd erőmű. Na most valami akkor alatt legalább lehet közlekedni, szerintem ilyen meg kicsit feljebb rakom, és akkor nem lesz gond. Lesz majd az erőmű, a keverő, meg minden egyéb. Föl kéne csövezni majd a ezért fénysavat is. Mert jár itt az egész világot így majd. Na, hogy kell felcsövezni valahogy. Aztán mindjárt itt nem lesz kutyafüle. Nem tudom, hány méter, egy 4 méter végül is egy ilyen izé, és ki lehet számolni. 20 méter, 5-öt bír fölhoz egy szivattyú, hát nem biztos, hogy nagy ötlet lesz akkor a kénysort fölhozni. Hát végül is. Sok szivattyú. Ha nyomok le ilyen izét, talapzatot, azt meglátom, hogy milyen sűrűn kell. De jó sűrűn kell. Na majd meglátjuk, hogy még lesz egyszerűbb.
egyszerűbb lenne fölhozni a fűtőelemet, csak az a baj, hogy akkor ott a sugárra széleszlen. Bárha nem tárolok sokat, csak éppen ami készül, és ezt egyből elhozom föl, akkor végül is nem nagy gond. Még azt meg lehet csinálni. Mert ugye minél több van, annál jobban sugároz. Mondjuk, hogy ne legyen sok sugárzóanyag tárolva. Csak az a baj, szalaggal le kell oda vinnem eleve. Szalag mentén meg sugározni fog. Azért csak vonatot is kell csinálni, csak a vonat még ilyen függőleg nagyon nagy kerülővel tud följönni. Ennyi rádióaktív melléktermék. Ja. Hát úgy kell csinálni, hogy valahogy nagyon a tövére. Basszus, még itt az árnyék a csőnek. Kegyetlen. Lehet látni az árnyékát az oldalán. Meg van csinálva keményen. Úgy lehetett csinálni, hogy valóban nagyon távolra rakni. De hol szennyezzem el? A szalaggal egyből oda fog menni mindenhova annunk. Hát. Föl kéne hozni, de az lesz, aztán betápszivattyúzom legfeljebb akkor. Mert őrületes mennyiségű szivattyú kell. Az egész az a baj, nincs itt fönt víz. De végül is, majd kinyerem a izény, azt lehetne így megcsinálni. Itt van fönt víz végül is. Megnézem, van már mennyi nyersanyag szivattyú van. Megnézem azt, meg azt kipróbálom. Általában nem magasabban is valami vízforrás. Jó, de kéni... hagyjuk, mert kéni nincs. Megnézem, de hát, meg kéni nem lesz. Sármicsiga. Ó, biztos jól megcsináltam. Nem baj. Összeket van a körtön. Nem nagyon. Két kilométerre. Milyen messze van az urán?
jóval közelebb van szerintem. Hát ez egy jó kill, mert ez marra messze van. Jó, az nem ötlet, akkor maradt így, ahogy van. Ide kell hozni akkor az uránt. Föl kell valahogy távszívat húzni a kénsavat, hogy föl kell valahogy kannázni, hát ugye de olaj sincs itt. Mikor mert ha műanyagot hoznék, vagy műanyag, vagy kannát hoznék ide, akkor föl kell kannázni is, de hát ez se jobb. De meg végül is. Majd lesz áram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, majd 50 magas. 5-önként kell egy tápszivattyú. 10 szivattyú, hogy van fölnyomni. De kell, nincs mit magasan valahol egy tó. Ez nem engedem föl. Itt van ennek viselkedése. Micsoda? Ezt átnyomtam. Miért? 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 De nem jössz föl, te... Jó után. Legyen már bekötve, kicsit látványosabb, meg lehessen közlekedni bármerre is, akkor már itt van. Oh.
Ó, hát ezt már mikor írtad Dinamo, az már nagyon régen volt. Azt hiszem az ott el is aludt. Hát csak annyi, hogy annyit építek, hogy már meg nem volt múltkor se Gábor, aztán úgy elveszti már a fonalat lassan, nem tudom is, hogy hol tartok. Hát ez kár volt, újra szélesnek nem kell. Ez egy jó kis plusz lesz itt. Jó is lesz, itt lesz az erőmű kicsit arrébb, nem fog sugározni itt a közelembe sehol. Semmi közepén. Kezd egyre jobban tetszeni. Na, elhasználtam rengeteg cementet. Na jó, akkor hozok még majd cementet. Meg rengeteg szivattyút. Skénysort fölpumpálom, az lesz belőle. Nincs mese. Beplacozom itt az egész világot, az lesz itt egy őrületes nagy telep a levegőbe. Csak gumi már nem jut el idáig, majd növelni kell a kapacitását ennek is. Van még egy 2 plusz, de picikét növelni kell, és akkor tudom készíteni majd a cementet abból. Kicsit többet. Na, hát ezt átállítom. Most már mi kell amizéhez? Ja, nincs a hűtő. Hát kicsit nagyon át kezd konstruálni, úgyhogy hagyjuk. Hát meg kénysav is kell, mert akkumulátort azt kell gyártani. De meg nitrogén kell. Basszus. Nem, alumínium oxid oldat. Na persze! Gyere, vigyelek moziba. Na hát nyilván akkor akkumulátort nem kell gyártani. Na pedig úgyis kell valami ez. Hú, ez egy nagy szivatás. Kényes volt, el kell hozni idáig. Mert ezt se hoztam még el. Most alumínium szidóhoz. Hú, basszus, el kell menni az alumínium telepre. Ott ilyet tudok csinálni, ez a nincs gond. Kellett keresni ként az alumínium telep tájéken. Ez még az egy bonyodalom, a játék logisztika legnagyobb kihívás. Nyilvánvaló. Hát ott van kém mégis, azt fölbírom vinni. Jut eszembe, ez nincs is messze.
is van talagozottal csinálva menetrend, úgyhogy ott csak fel kell szalagozni. Akkor nem gond, meg lehet oldani. Víz van. Sorítra, és a késautót is lehet csinálni. Szalagozod a fölkére, inkább vinni a vissza csövet. Az lesz a következő, szerintem, hogy ezt átalakítom, amúgy föl. Onnan le lehet jönni. Szólni. De alapjából azt is el lehet bontani onnan, azt meg lehet hozni ebben a magasságban, mert az csak a transportcső. Az alumínium nem ott jön, úgy látom. Ott jön. Akkor azt is meg lehet oldani, hogy azért azt se kell oda. És akkor lesz egy akkora magasságban minden. Igazából a cső is ott meg van csinálva, nincs. Amarra is lehet menni az alumíniumhoz. Ja nem, az ízéhez, mert kristályhoz megy. Majd fél meg, akkor innen átvisszük. Na, majd megoldjuk az most volt 25 rangú. Városrészt, ezt hittem üdvesen. Ott van az, ami ott van, az megy le azért a kéntől fel a alumínium telephez, hogy ott lesz benne az akkumulátor gyártás, azt a szalagon eljön a többivel. Viszem el a szalagot, és ez itt az csövet. Na, majd kiderül, egyre jó volt is. Oké, akkor plac nagyjából megoldva, bár lehet, hogy ezen lesz még majd. Ezt még akkor húzom itt. Egy kört, hogy egyenes legyen. Meg kell nézni, baró boltot. Nyomok már le ide egyet, le. Ó, csavar kell hozzá, basszus. Van nálam izé. Lehet, hogy valami függőleges konzol a csőnek, aztán nem kéne akkor szarakozni, nem akkor egy függőleges oszlopot leviszek, és azon konzolozom be.
Oké, 200k. Az építési elemek. Jó, a rendezés az nem érdekel engem szerintem most. A világítás azok jók, egyébként ez nem volt. De egy fal, az se érdekes annyira. Tart az ékok. Van ilyen, szerintem van ilyen fali cső izé, csak nem tudom, ezt függőlegesen le lehet rakni. Csővezeték padlójuk. Fali tartó, ez lehet, hogy jó lesz. Akkor ezeket megnézem. Ezeket lehetne úgy állítani, hogy függőleges legyen. Akkor a csőnek az nem lenne rossz. A csővezetéknek is. Fali lyuk. Fali tartó állvány, ha ezt függőlegesen le bírom rakni, az kiváló lenne. Megnézzük. Nem hoztam ugyebár kupont. Akkor csináltam a negyenesebben is, most nézem. Úgy lesz így a... végére még rakom. Hát, hogyha atomerőművet lerakok, utána minden olajat fel lehet használni, mi ugye még gumigyártásra. És jók lehetnek. Tapadós, ez mit jelent? Thank you.
Kár ez zárt látszózi, nincs már meg. Volt régen olyan talapzat, egy alapzat, amelyik átlátszó volt. Mindegy. Mi szabályzók, ez nem is nyák. Jó, hát ez kemény lesz. És nem is kell hozni csak azt a szabályzódat. Az összes többi az ott lesz gyártva. Cement is. Úgyhogy... ez majd megoldódik. Ó, de gyönyörű!
kiváló lesz. Csak hülyén áll. De mindegy. Nem mindig. Na. Szerintem minden már is igazítani kéne. Nem tudom, bebírom, de csövezni. Na, be, szerintem. Be, hát. Mutatja is, nagyon örök. Kíváncsi vagyok, hogy felnyomja rájuk. Jó, hol volna, aztán lesz a nap még híja, úgy látom.
Fölnyomta, így. Csőbe. Melyre nyomja ez? Hogy állnak az ilyen? Arra nyomja, mert pedig mutatja. Jó, csak idáig onnan. Ezt kalkulálni szerintem. Úgyhogy már alatt elő is nagyon. Most jól lehet, hogy meddig van. Azt mondja, hogy... Látta egy pumpája. Ha. Ez túl messze vett már. Thank you.
Jaj, egyeseket raktam, basszus. Látszik rajta, dolgozik vagy nem. Még zöld. Azt hiszem, hogy működik. Na, vagy csak összehozom valahogy. Nem zöld, szerintem az messze lett. Nem, miért nem zöld? Az kalimpál is, ez nem. Ez egy kicsit megpróbálok közelebb rakni. Ne ide rakja, arra oda pattan. Miért van ez? Közelebbre, akkor nincs mese. Nézzük így, mit csinál. Nem is mutatja, hogy rakjam.
Gondoltam, hogy ez a baj lesz. De azért működik. Hoppá, az övöd is. Flóra, az nem működik. Nincsen benne. Cucc. Olyan nincsen benne, cucc. 50 liter percenként. Nem is kövét. Gyorsan kérül, sokféle csőbe úgy látszik. A dördeimán zölde, ha? Lehet, hogy az a gond tényleg. Mondanám, csak a vigat van. Most gyorsító. Lehet, hogy nincs, de majd mindjárt lesz. Nem tudom, melyik fogom fogyasztani ez a cuccos. Na, elpiszta a motort. Negyvenkel percenként a kénysavból. Ez mennyire így most már sokat jár be. Alapból 55, hát elégnek kéne lenni egynek. Remélem most már fölért valamikor. Fős, mindig a sárgásnak tűnik nekem. Ja, nincs sárga, már biztos tele van a cső. Tele van. Jó, hát akkor irány. Akkor van kénysavam. Meg kell csinálni egy cementgyárat. Meg van az uránt is ide kell hozni. Basza lesz. De az uránt az utolsó pillanatban kell idehozni. Legalábbis egy nagyon keveset legfőbb ide engedni próbálnak, de az sugárzik, mint a rossz szemolya. Hogy ezt a
savot ezt külön el kell vinni valahova. Messze a erőműtől viszonylag. Ugye végül is mindegy, mert az erőmű is sugározni fog. Csinálni kilövő padokat, egyébként már agyaltam rajta. Közlekedés gyorsításnak. Kelle van, tökéletes. Ott jön majd le az urán. Lehet, hogy ezt meg sem megcsinálok, csinálok egy másikat oda. Szóval merül kerülöm ki. Karizzak a pók, itt egy póktanyák vannak.
darab csiga. Hol mennyi csiga van még erre? Itt víz van. Még ez csak kis patak szerintem. Nem tudom, hogy lehet-e belerakni ezért. Nem hiszem. Szerintem nem valószínű, hogy lehet. Mennyi csiga van itt? Itt szelkemni Gábor a csigavadászatra. Mert akkor sejtó a puskát is, mert ez a karra kicsit karizolós. Még szinte följebben. Ja, itt van. Nem hol a horos ebbe van ezért. Meg ezt lehet akkor bontani. Jó, hát ez már akkor itt szinte. De az lesz, hogy akkor jemit hozom ide ők azt az éve, majd a csővel. Minden ma oda lehet menni gyalog is, hogy akkor itt fele tudja. És itt hozom majd el a szalagot. Magasan vigyem és akkor nem sugároz. Na, akkor is sugároz, nem kell túl közel menni hozzá. Akkor nem lehet közelebb. Na, csak nem tudom, hogy elérél most már tovább. Elhát.
hátuláig. Jó, hogy nekem jön az alapzatra. Jó, fele. Ez hogy mászott fel? Itt már van áram. Akkor majd... Külön áramforrás lesz. Ezt úgy terveztem, hogy majd akkor kapcsolom be, hogyha kell majd az utc. Hogy ezt fölviszem. Nem szipolyozzuk be a komát. Azt ki is kapcsolom, nem fogy össze az áramot, majd kell bekapcsolom. Ha vissza akarok menni, oda le a kristályhoz. Jól van. Bejutni.
Na, akkor azt mondja. Mit sziklázik, és ügyben áram. Ő is remélem. Meglepődnék. Ja. Egyébként lehet, hogy nem szennyezném annyira az egészet, hogyha az atomerőt a uránbányához raknám. Azt oda vinni a kénysavat meg ilyesmit, csak hát ez kicsit hosszadalmas. Mindegy, így van az. Bármikor el tudom zárni a bányát, úgyhogy elveszem tőle az áramot. Mit ezen?
majd lehet leszalagozni a világ mindenség. Szalag is se lesz elég. Hát akkor szerintem itt lesz majd a kis lesz majd a kis gazírtás itt, de itt lesz majd akkor szerintem. Fűtőanyaggyártás.
hatalmas érzés van. Mónika, köszönöm a megosztást! Jó, hát nagyjából. Na, mondjam, folytatom, szerintem hazamegyek a telephelyre, aztán... Már most nagyon haladt a dolog. Járok energiába. Elalábban adt a termelés valahol. Na jó van. Irány haza, most már nagyon késő van. Hát itt lesz a központja a energiatermelésnek most már úgy látszik. Itt nem lesz el igazából. Aztán még megcsinálni lehet, hogy beduplázom a szalagot visszafele menet, és azt a fűtőelemet visszaviszik oda a urán lelőhelyre. Elfér az itt is. Csak ha nő mindig a sugárzás, akkor... Mentés, mikor volt az automatikus mentés, és nem baj. Na jó van. Szerintem már ti is sosem elaludtatok, úgyhogy én is erre a következtetésre jutottam, hogy nem állt egy kis alvás most már. Igaz, hogy holnap nem megyek melózni, azért reggel én viszem a gyerekeket suliba, úgyhogy kellem sokára. Vagy az idő. Na, mi nem a veszés. Köszönöm szépen, akkor itt voltatok, legyetek jók, és találkozunk legközelebb is. Üdvözlök mindenkit, sziasztok!